a vizslák azok családtagok voltak nálam. Vizslái voltak 70-es évek közepétől már, mindig kettő volt. Ez egy jelenség is volt a városban, hogy egy néni a két vizslájával és egy másik néni löki a tolókocsit. Erdély és a történelmi Magyarország egyik legnevesebb főnemesi családjának leszármazottja. Bethleni gróf, Bethlen Anikó tagadhatatlanul egyedi jelenségnek számított Marosvásárhely utcáin. Alig 7 éves korában fertőződött meg a járványos gyermekbénulást okozó vírussal, amely egész életére elvette tőle a mozgás szabadságának lehetőségét. Sokan úgy érezték, hogy szeretnének segíteni Anikó nénének, és közben kiderült, hogy inkább ő segít másokon. Nagyon tevékeny volt. Ő a tevékenységet egy életfilozófiaként élte meg, és mindenki tudja ezt, hogy aki sérültként éli az életét, legfontosabb számára az, hogy legyen egy olyan cél, ami nem engedi, hogy a saját állapotával foglalkozzon, hanem hasznosnak érezze magát, meg nyújtson. Őrtel András életének utolsó 13 évében szegődött Anikó néni mellé. Kezdetben a kutyasétáltatásban nyújtott segítséget, idővel pedig egyre több feladatot látott el. Gyakran sofőrként a leginkább vágyott vidéki tájakra vitte előt, hiszen falun töltött gyermekkori éveinek emléke és a paraszti társadalom iránti szeretete élete végéig elkísérték. Ő az erdélyiség jegyében élte az életét, annyira, hogy a szüleinek a meggyőződése is az volt, hogy nem kell elmenni Erdélyből. A szüleinek a szellemisége diktálta ezt, és annyira átvette, hogy ezt minél tudatosabban akarta megélni, közéleti szerepléseket vállalva, egy elég nagy néprajzi gyűjteményt összegyűjtve. Bethlen Anikónak a gyűjteménye az egy felnőtt kori szenvedélye. Talán úgy tudom, hogy ez egy költözéskor merült fel benne, hogy mekkora értéke van egy tárgynak, amikor hátra kellett valamit hagyni. Így döntött, hogy már az 70-es évektől elkezdte gyűjteni. Nem csak feltétlenül a paraszti közösségeknek a tárgyait, hanem a polgári családokból is. De a gyűjtemény az hát nagyon-nagyon széles skálán mozog. A teljes erdélyi etnikumoknak a tárgyi emlékét is őrzi. Ugyanúgy az erdélyi szászokat, mint a román közösséget és a magyar közösséget is jellemzi, reprezentálja ez a gyűjtemény. Nagyon nagy része a gyűjteménynek szász vidékekről származik, Szeben környékéről, Beszterce és Segesvár környékéről. Bethleni gróf Bethlen Anikó gyűjteményének kiállítása december 30-áig, hétköznaponként 9 és 16, hétvégente pedig 9 és 13 óra között látogatható, a Marosvásárhelyi Várudvarán található Történelmi és Régészeti Múzeumban.